Köszöntöm Önöket a Mordiga döntőjének harmadik összecsapásáról, ahol a Dabdokler csapata a Ferencváros SMTK csapatát fogadja. A győzelmük tartó párosban az első két mérkőzést a most vendég zöldfehérek nyerték az első két mérkőzést, a második a 5-1-be. Először találkoznak itt Dunaújvárosban a két csapat, holnap még biztos, hogy lesz mérkőzés. Ez is feltömbőz a tártamató is esetleges meg a hazai győzelemmel. A hazai a kapuját Kis Tamás, még a vendégekét Michael Veravitz védi, játékvezető Tomorcani Zsolt, vonalbíró Juhász, Gábor és Sós Dániel. Hát a hazai egyre húzott egy merészet, hogy egy Szavelát nem rakta be a kapuban. Na nehézzük a találkozót. Horváth, Rajhonának hátra, Rajhoná. Kis Tőgési, Pap, Viktor, Bontovics passzol fele. Most passzolt el, kapcsolt el a pap. Bontovics lő, Kis véd, Tőgési. Galanis, Rajhoná le is sem volt azonban, Horváth Dávidtól most már Borbás kapta, Borbás, Hoffmann, Kis Tamás kapust elég intenzíven letesztelték a vendégek. Egy Dominik, ilyen bulizni Grosül Tamás ellen, egy meg is nyeri, elvált vissza, Fertalt, ő Kis. A játékvezető dobolja megint a korongot. Elvág. Most pedig hazai sorokat láthatjuk, egyébként hogy elmondom, hogy ott cserekapus ma nem Peter Szevele, nem Cilmer András, hiszen Szevele egy nap pihenőt kapott. Minimum. Ezt ott a vezető egyőztet már mind a vendégeknek lehetőséget ad a második szállja tanultat a busznak is. Hát hogyha hoppács, akkor van egy kiállítás Erdély Tamás, megy ki kemény túlzott keménységért. Ez Dobos Tamás nem nagyon tetszik, de kiállítás az kiállítás. Német és Balut német. Német vissza, német Ádám. Tehát második emberlelője kapnak a döntő során. Hoppá, Pavukot nagyon elnézték a Fradi védői. Hagyták, hogy nagyon bejönné Pavuk, Lund, és próbálkozhatnak a német Lencsés. Lencsés ügyesen kiemeli Kis Gábor, mehet érte. Kis Gábor, és elszokték tulajdonban a hazai. Pavuk, tess, hagyd látszol azért. Még odalépett egy kicsit. Galanis, Kvatár, Azari, Szomogyi, Galanis, Rajhoná. Hú, Horváth meg korát ütközött. Horváth még bent van. Kis Tamás, aki először kezdő a playoffban. Az OB a Móligában alapján az egyszer talán az útos talán volt egy mérkőzése. Lencsés. Peter Buda. Német és Kalanis, Mikandros. Kalanis elhozta Lindgren, Kalanis. Nagy. Itt köszönöm Kalanis kiért, és ki kell menni az egész. Nos, a közök jár a földi ember hátránya, Meravi. Nagy, Meravi. Visszajött az Erdély. Reván. Egy Dominik Pap. Oda. Reván. Az egy határozottabb bátor fellépést látom a Dunaújvárostól. Egy Dominik. Hiába azért az egy pálya csodákra képes. Kis. Hát egyet nagyon. Nem hiszem. Erdélyi. Reván. Rénán Trené. Egy Dominik. Revák lehet érte. Zlatál. Szappanos Revák. Zlatál. Revák. Újra rossz helye. Reynár. Revák, amilyen jól játszott a második meccsen, hát egy kicsit olyan idegesen meg, de maga a Fradi is. Pedig hát neki
Itt ugye is legalább itt a Dunai Városnak kéne jelni, mert ha ma is kikapnak a formán, tényleg Michelin Passiből lesz nekik a meccs, és a párharc meravére. Egyi, Gacsalvi. Kis talán. Valami fűz Dusán szűk, akkor bulizni valami, hogy is ezt a tőkészé. Kis Ákos, majd látni, hogy lekapcsoltam. Bancsa Ali. Oh! Na, a kis Tamás hogy fogta meg? Kika, egyé, kis. 4-17-tel harmad végelőt tartós. Gól nélküli döntetlen. Jó volt a blokk. Jaj, van, az elég kapott egyet. Hoffman. Mellé. Borbás. Borbás. Kiállítás a hazaiaknál közben. Borbás, még mindig a Fradinál a korong. Most jött. A kiállítás, Azari kérdi, hogy most hát ez mi volt? Testtel való meg nem engedek játék. Hát, őt is hasonlóképpen állították meg valami, azt mintha én értem a felháborodását, de a játékvezető dönt. És ő pedig igen, így döntött. Bontovics. Hoffman. Bontovics közben kezdődik lesz az utolsó perc, a második, első harmadban. Rajhona. Na még egy lövés, Rajhona, kis Rajhona, mindig ott van. És itt a vége. A Durasztó megmentette a hazaiakat. Az esetleg ez bekapott góltól, tehát a Moldiga döntőnek harmadik összecsapásán egy harmadik játékot követően Dabdoknál Ferencváros első MTK 0-0, jövünk vissza hamarosan a második harmaddal.